Ami segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te irgalmadról énekelhettünk. Köszönjük, ha ismerjük már azt, hogy milyen nagy a Te irgalmad. Mi sem tudjuk találóbban körülírni, mint a zsoltáros, az égig él a Te irgalmad, és a felhőkig a Te hűséged. Dicsőítünk Téged ezért. Köszönjük, hogy akkor is a Te irgalmadból élhetünk, amikor nem is gondolunk rá. Ez is mutatja számunkra, hogy milyen nagy a Te hozzánk való irgalmasságod. Hogyha meg sem köszönjük, ha észre sem vesszük, akkor is körülveszel vele bennünket. És nem úgy cselekszel velünk, ahogy megérdemelnénk, és nem azzal fizetsz, amivel mi fizetnénk másoknak. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy a Te irgalmad bizonyítéka az is, hogy még mindig van szabad hozzánk. Hálát adunk ezért a csendes óráért, itt ezen a csendes helyen. Csöndesíts el minket belsőleg is. Segíts most rád figyelni. És azt az ajándékot, amit most kínálsz nekünk, segíts, hogy hittel elfogadjuk. És tudjunk belőle élni. És tudjunk másokat is meggazdagítani. Irgalmasan hajolj közel hozzánk, és tégy minket képesekké arra, hogy amit most nekünk mondasz, azt meghalljuk. Hadd legyen a Te szavad, élő és ható, ami formál, talpra állít, összetör vagy fölemel, de végzi bennünk a Te áldott munkádat, amire éppen most ebben az állapotunkban szükségünk van. Szólj, Urunk, mert hallják a Te szolgáit. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 10. részének 25-től 37-ig terjedő verseiből. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő így válaszolt. Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, azután félholtan, otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot. És ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Kedves testvéreim, csütörtök este kezdtük tanulmányozni Jézusnak ezt a jól ismert példázatát, és akkor láttuk néhány megrendítő illusztráción, hogy milyen irgalmatlan világban élünk.
Irgalmatlan a gazdasági élet, irgalmatlan a politika, de irgalmatlanok egymáshoz már az óvodában a gyerekek, meg otthon a felnőttek, a szemük láttára tőlük tanulják, meg a képernyőről olvassák le, hogyan lehet egyre irgalmatlanabbaknak lennünk egymáshoz. De olyan nagyon nem kell ezt tanulni sem, velünk születik, a vérünkben van az önzés, a kegyetlenség, az irgalmatlanság. És nehéz arra biztatni embereket, hogy legyetek irgalmasak, mert megkérdezik, hogy miért, megérje. És általában azt kell tapasztalnunk, hogy nem éri meg. Az irgalmassággal vissza lehet élni, és vissza is élnek sokan. Kockázatos vállalkozás az, ha valakinek az életstílusa, a szemlélete az irgalmasság lesz. Meg fáradtak is vagyunk ahhoz, hogy irgalmasak legyünk, mondta a múltkor valaki nagyon találóan. Ahhoz energia kell, hogy az ember az irgalmasság cselekedeteit tudja végezni, és kevés az erőnk erre. Így aztán kevéssé neveljük is a gyerekeinket erre, hiszen szeretné minden szülő életre valóvá nevelni. És láttuk csütörtökön, hogy az irgalmasságot, aki nem tudja, hogy mi az, egyfajta gyengeségnek tekinti. És nem vesszük komolyan, hogy a gyengédséghez meg milyen erő kell. Csak a lelkileg erős ember tud gyöngéd lenni. És lelkileg egyre gyengébbek vagyunk. Csendes heteken, konferenciákon, gyermekek, fiatalok között forgolódva egyre szomorúbban kell látnunk, hogy alig-alig lehet találkozni gyöngéd gesztusokkal. Évekkel, egy-két évtizeddel ezelőtt is sokkal gyakoribb volt az, hogy a bajban levőhöz kedvesen odahajul, hogy a kicsit a gyöngét fölkarolja, hogy valahogy ott van a gyermek szívben is az, hogy kész vagyok megszánni, és a megszánás az nem sajnálkozásból áll, hanem tényleges segítésből. Erre egyre ritkábban van példa. És egyre természetesebb a durvaság, az erőszakosság, az önzés. Nem tudnak játszani a gyerekeink, csak durvulni, nem tudnak veszíteni, örülni a másik győzelmének. Ez most nem idézem a mondatot, amit egyszer egy tizenéves fiú mondott el, hogy milyen az, aki örül a másik sikerének. Az irgalmasságnak szinte minden változata egyre nagyobb hiánycikké válik. Láttuk, hogy a bibliai szó rendkívül kifejező, szemléletes. Azt jelenti, az irgalmasság kifejezés, amikor megmozdulnak valakinek a belső részei. Gyönyörű ez a magyar megfelelő, hogy összeszorul a szívem. Látom valakinek a nyomorúságát, és először is összeszorul a szívem, néha a szó szoros értelmében is. De nem akad el itt az irgalmasság, hanem a megmozdult belső részek mozgásba hozzák a külső tagjaimat is. És eljutok a két kezi segítségig, vagy a két lábam mozdul meg és megy oda. Vagy láttuk azt, hogy még ilyen szörnyűségre is vetemedik az irgalmas ember, hogy a pénztárcáját kinyitja, és annak a csatját mozdítja meg a kezével. Ott kezdődik, hogy belülről tud megrendülni, megindulni, szánakozni, de ebből mindig konkrét cselekedet is következik. Idáig jutottunk, és lényegében a példázat közepével nem foglalkoztunk. Ma azt nézzük meg a példázat közepe alapján, hogy mik az irgalmasság mozdulatai. Mit csinált ez a samaritánus, akit Jézus példaképpen állított oda már akkor is, a kérdező elé, meg ma is mi elénk. Hiszen a végén azt mondja, hogy menj el, és te is ugyanígy cselekedj. Mit kell hát cselekednünk, ami Jézus irgalmasságával szeretnénk járni ebben az egyre irgalmatlanabb világban, vállalva ezért az áldozatot is, mert mi Jézus tanítványaiként akarunk élni, meg erre próbáljuk segíteni a gyermekeinket is. Az irgalmasságnak öt egyszerű mozdulatát lehet leolvasni ennek a samáriainak a viselkedéséről. Nagyon egyszerű mozdulatok, de rendkívül sokat jelentenek. Az első az, hogy megállt. Ezzel kezdődik az irgalmasság, hogy észrevette, és amikor észrevette azt a félholtra vert embert, megállt. Még nem csinál semmit,
De ez óriási dolog, ha valaki meg tud állni. Miért? Mert ő is úton lévő ember volt, ezt olvastuk itt tőle. Egy meghatározott cél felé igyekezett. És nagyon igyekezett, mert csütörtökön láttuk, hogy milyen veszélyes útszakasz volt az. Nyilván azért említette Jézus éppen ezt az utat, ami tele volt ablókkal, és amire egyedül nem igen indult el senki, hanem csak csoportba összeverődve. Nos, ez a samaritánus is egyedül ment, épp úgy, mint az, akit félholtra vertek már. Tehát valószínű szaporázta a kis csacsinak vagy összvérnek a lépteit, hogy legyünk túl minél előbb ezen a szakaszon, aztán majd utána kifújjuk magunkat. Szeretne idejében megérkezni valahova, ott valamit elintézni. Nem könnyű ilyenkor úgy határozni, hogy megállok. És ha később érek oda, és ha engem is összevelnek, és ha ki nem fogyunk ilyenkor a mentegetőzésekből, de az irgalmasságot éppen az jellemzi, hogy nem félti magát. Nem magát félti, hanem azt a másikat. Ha még életben van, most még lehet, hogy segíthetünk rajta. Egy óra múlva már nem biztos, holnap szinte biztos, hogy nem. Akkor most kell segíteni. Nem könnyű dolog megállni. Aki szokott gépkocsit vezetni, nézzen magába, hogy sokszor már akkor fölháborodnak emberek, amikor csak egy kicsit vissza kell venni a lábát a gázról. Mert lassabban ment át előtte az, aki átment, mint ahogy ő gondolta. Vagy valaki előtte fékez. Hiszen mindannyiunknak sietős az utunk, minél előbb szeretnénk odaérni, és mindenkinek rendkívül fontos intézni valói vannak. Ne nehezítsék az ő érkezését, ne akadályozzák őt az úton. Az irgalmas embernek van ideje a másik számára. És ilyen időszegény világban, mint mi élünk, ez egyáltalán nem kis dolog, hogyha valaki megáll egy vadidegennek, egy másiknak a nyomorúságát látva. Mindig magunktól kell elvenni az időt. Itt kezdődik már az áldozathozatal. Én leszek szegényebb, az én helyzetem válik nehezebbé azzal, hogy megállok. Félre kell tennem a magam intézni valóit, mert váratlanul elém került valaki. Itt csak úgy zárójelbe, de hangsúlyosan hadd jegyezzem meg, hogy a hívő ember soha nem tekinti az ilyesmit véletlennek. A hívő ember tudja, hogy az Efézusi levélben nem csak az van megírva, hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk hitáltal, és ez Isten ajándéka, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, hanem így folytatódik a mondat, hogy Isten jó cselekedetekre teremtett minket, hogy azokat elvégezzük, amiket ő előre elkészített az övéinek. A hívő emberen átfut egy pillanat alatt ilyenkor, hogy nem én kerestem ezt, hogy itt most valakinek segíteni kelljen, de hát, ha Isten készítette el nekem. Ő tette elém ezt a nyomorultat, és aki ismeri az irgalmasságot, az éppen ezért megáll. Nem könnyű dolog ez, és most nem akarok itt lehorgonyozni, bár megélni ez a téma is, csak megemlítem, hogy egyszer felolvastam én itt végig Jevgenyi Jevstusenkónak azt a versét, aminek az a címe, hogy a rohanás-e kornak átka. Megdöbbentő képekkel szemlélteti azt, amivel indul már a vers, hogy a rohanás-e kornak átka, az ember időzavart konstatál, és mint báb rohan tovább, és sokszor egymással taposunk, meg falnak ütközünk ebben a nagy rohanásban, és a végén mondja, hogy ha Isten nem kell semmiképpen, gondolj magadra legalább. És ne rohanj úgy, hogy lassú öngyilkosságot követsz el, és közben elfutsz azok mellett a lehetőségek mellett, amiket elkészített Isten, hogy élhetnél vele, és hasznos lehetnél másoknak, és nem is kerülne olyan sokba, csak nem kellene így vágtatni, és mindig előzni egymást, és nem engedni, hogy megelőzzenek, mert akkor lemaradok, és bepótolhatatlan hátrányom lesz. Most a szó mindenféle értelmében, ez él ott az agyakban, és beletápláljuk már a gyerekeinkbe, kiskorukba ezt, és végig rohanunk egy életet, és nincsen időnk magunkra, nincs időnk egymásra, nincs időnk Istenre. Hányszor látom, hogy nincs idő a hitvesre, hogy megkérdezzem, és hogy megvárjam a válaszát, és nincs idő a nagyot halló öregekre, hogy harmadszor is elmondjam neki, amit nem hallott meg, hanem jön a
szólam, hogy mama hosszú, és a mama így soha semmiről nem értesül, és egyre szűkebb lesz a világa, mi meg vágtatunk, nincs időnk élvezni a munkánk gyümölcsét, nincs időnk élni, és nincs időnk fölkészülni a halálra. És akkor tessék mondani, hogy milyen van. Ha erre a két legfontosabbra nincs, sem élni nem tudunk, sem meghalni nem tudunk majd megfelelően, csak agyoncsap majd a vég, készületlenül, akkor mire volt jó ez a néhány évtizedig tartó rohanás? Az irgalmasság ott kezdődik, hogy van időm arra, ami igazán fontos. És ezt máshonnan kell elvennem, mert azt a 24 órát kell beosztanunk minden nap. De Isten minden nap újra ad 24 órát, hogy azt lehetőleg azzal töltsük, ami igazán fontos. Ami megtanítana élni, és tudnánk mások életét is gazdagítani. Jó lenne, ha úgy mennénk innen ma haza, hogy körülnézünk otthon, vagy már itt magunkba nézünk, hogy hol fekszenek a mi sebesültjeink, akikkel nincs időnk. És csinálunk sok minden mást, esetleg életmentés helyett. Vagy ahelyett, hogy igazán kibontakozhatna, meggazdagodhatna valaki, ha csak egy kicsi időt is rászállnánk. Szóval ez a samaritánus megállt. Aki nem tud megállni, az biztos, hogy egyre irgalmatlanabb lesz. A másik mozdulata az, hogy lehajol. Ugye milyen egyszerű dolgok, de milyen beszédes ez is. Megáll, és lehajol a bajban lévőhöz. Nem leereszkedik hozzá. Aki leereszkedően közeledik a másikhoz, az a másikat alázza meg. Aki lehajol a másikhoz, az magát alázza meg. És azt tudjuk, hogy aki magát megalázza, azt Jézus fölmagasztalja. Ezt az utat ajánlja ő nekünk. Ő tehát lehajol hozzá, mert ember számba veszi. Ezt is olyan jó lenne megtanulnunk, hogy ember az a másik, akkor is, ha olyan kicsi, hogy még nem tud beszélni. És ember akkor is, amikor már olyan megfáradt öreg, hogy már nem tud beszélni. És ember akkor is, ha egy ellenséges táborba tartozik. Mert itt erről volt szó. Ez a két nép egymással ellenséges viszonyban volt. Azt tud lehajolni, aki nem tartja többre magát, mint a másikat. Sőt, aki komolyan veszi, amit a Szentírás mond, hogy egymást különbnek tartsátok ti magatoknál. Ebben a lehajlásban két nagy akadályunk szokott lenni. Az egyik az elveink, a másik az igazunk. Itt az elv az volt, hogy egy ellenséges néphez tartozik a bajban lévő. Már csak adok annyit magamra, hogy egy ilyenhez nem hajolok le. Majd jön valaki a népéből való, ha még idejébe ideje segít, de ez nem rám tartozik, ez az elv. És az igazam az, hogy ez a nép rengeteg bűnt követett el az én népem ellen. Persze ez kölcsönös volt, mint ahogy általában úgy szokott lenni. Késze az elveit, meg az igazát féltenni ez az ember. Az irgalmas ember kész féltenni. És ez nem azt jelenti, hogy elvtelenné válik, hanem azt jelenti, hogy az irgalmas embernek egyetlen rendező elve alá sorakozik minden egyéb. Ez pedig az, ami így hangzik a Bibliában, hogy semmivel senkinek ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Vagyis a rendező elf, hogy én tartozom. Nem más tartozik nekem, én vagyok adós. Ki tudja ezt átélni? Az, aki megkapta már azt a mérhetetlen kincset Jézus Krisztustól, amit az új élet, a bűnbocsánat, az örök élet jelent, az annyira eladósodva érzi magát, hogy tudja, hogy neki nem tud törleszteni, akkor próbál hálás lenni úgy, hogy akinek csak lehet, adja azt, amire az illetőnek szüksége van. Nem tudjuk a világ összes nyomorúságát megoldani, de nem is kell. Akit elénk tesz Isten, azon kell segíteni. Azt tud lehajolni, akinek az életében ez a rendező elv dönt el mindent. Tartozom mindenkinek. Adósává lettem Istennek, és így úgy nézek mindenkire, hogy adósa vagyok.
Nem várom, hogy előre köszönjön, nem tőle várok segítséget, hanem ha adhatok, akkor én adok szívesen segítséget. Mennyire másként tudnánk körülnézni otthon is, hogyha nem az elvárásaink, az igényeink diktálnák az indulatainkat, hanem ez a mélységes, csöndes tudat, hogy én tartozom nekik. Aztán, ha néha én is kapok valamit, az külön ajándék. Annak nagyon örülök, de én már megkaptam a legtöbbet. Minden újjászületett Jézus Krisztusban igazán hívő embernek ez magától értetődik, csak frissen kell tartani. Ha pedig ez még ismeretlen valakinek, akkor Jézus most is kínálja ezt a nagy ajándékot. És miután ezt valaki hittel megalgatta, fölszabadul arra, hogy irgalmas legyen. És adjon másoknak. Aki igazán le tud térdelni az ő mennyei atya előtt, azt tud teljes készséggel letérdelni a sebesült fele barátja mellé. Egyébként meg lehet noszogatni, parancsolni, és utána háborogni, hogy már megint nem csinálta, meg kényszeredetten csinálja. Nem is tudja addig belülről fakadóan és folyamatosan tenni. A harmadik mozdulata ennek a samáriainak az, hogy beköti a sebeket. Kimossa, olajat és bort tölt bele, és beköti a sebeket. Figyeljék meg a testvérek, hogy az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Roppant élvezettel tud beszélni mások hibáiról, mulasztásairól, bűneiről, gyengeségeiről. Az irgalmasság elfedezi, betakarja másoknak a sebeit. Ez, hogy olajat és bort töltött bele, ez különösen sokat mond, mert ez a két dolog volt a legdrágább akkor. Ami azt jelenti, hogy az irgalmasság áldozatot is jelent. A kincseit osztja meg ez az ember. Vitt magával valami kevés olajat és bort, nem tudni mi célból, de ez az ő kincse volt, ez többet ért, mint a készpénz. És a legdrágábbhoz nyúl, mert arra van szükség. Feltőtleníteni kell a sebeket, és aztán beköti. Annyi mindent féltünk mi, és azért nem leszünk irgalmasak. Olyan kedves volt egyszer egy kisgyerek, kapott egy zacskó cukrot, és éppen ott volt egy osztálytársa, és azt mondja az édesanyja, hogy hát nem kínálod meg őt is, ő is szívesen szopogatna egyet. És némi gondolkozás után azt mondta, hogy hát adnék én neki szívesen, de sajnálom. A szíve megmozdul az embernek, de a keze már nem megy el az acskóig. Adnék én, de sajnálom. Ő legalább őszintén kimondta. Mi meg hosszú magyarázkodásba kezdünk, hogy miért nem adunk. Bekötözte a sebeit, és kimosta azokat. És mindezt nem azért tette, hogy ő jó pontokat szerezzen magának. És itt nagyon éles Jézusnak a tanítása, mert az elején azt kérdezi ez az írás tudó Jézustól, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. A végén pedig Jézus így válaszol neki, menj el és te is hasonlóképpen cselekedjél. De nem teszi utána, hogy és akkor elnyered az örök életet. Mert az örök életet nem ilyen cselekedetekért adják. Az örök élet ajándék. Azt a maga rászorultsága tudatában meg nem érdemelten hittel elfogadhatja valaki, vagy büszkén visszautasíthatja. Az ajándék. Aki elnyerte az ajándékba az örök életet, az lesz képes ilyen jó cselekedeteket végezni. És nem a mi jó cselekedeteink fejében kapjuk az örök életet. Ez a Szentírásnak több helyen is megszólaló, nagyon határozott üzenete. És itt a sebek bekötözésénél még valamire föl kell figyelnünk. Aki kötözött már sebeket, az tudja, hogy az mindig fájdalom okozással jár. A seb kitisztítása és feltőtlenítése mindig fáj. De utána, ahogy mondani szoktuk, megnyugszik, és aztán elkezd gyógyulni. Az irgalmas ember nem riad vissza attól sem, hogy a másik érdekében a másiknak átmenetileg fájdalmat okozzon. Az irgalmasság nem mindennel egyetértő elvtelenség,
nem mindent helyeslő gyávaság, és nem mindent megengedő közömbösség, hanem az irgalmasság, a másikat nagyon szerető szeretet. És ez a szeretet néha fájdalmat okoz. A gyógyulás érdekében, a másik érdekében mindig csak átmenetileg, és ezzel a határozott és tudatos céllal, de nem riad vissza ettől. Ezt csak azért említettem meg, mert Isten szeretetével is sokszor együtt jár az, hogy fájdalmat okoz. Például, ha nem éltünk a csöndes szóból, akkor egy kicsit megszorongatja a nyakunkat, hogy figyeljünk már oda, mert az életünk függ attól, hogy komolyan veszük, amit ő mond, vagy nem. És vannak közöttünk, akik hálásak vagyunk azért, amikor Isten keményen bánt velünk, vagy valakin keresztül megalázott, vagy valami olyat tett, ami átmenetileg fájt, de utólag hálát adtunk érte, és elmondtuk Ezékiással együtt, hogy áldásul lett nékem a nagy nyomorúság. A negyedik, ami föltűnik ebben a példázatban, hogy gondját viseli. Olyan kifejező ez is. Nem csak elsősegélyben részesíti, látja azt, hogy ez az ember folyamatos támogatásra szorul. Nagyon rossz állapotban van. Akkor sietés ide, sietés oda, őt teszi fel a balmára, nem tudjuk, hogy a szamár volt, vagy összfél volt, és ő gyalogol mellette, és elkutyagol a legközelebbi vendégfogadóig, és ott 2 napszámnyi összeget otthagy a vendégfogadósnak, és még a maga hitelét is kockára teszi, és azt mondja, hogy ha többet kell rá költeni, ne sajnáld, ha visszajövök, megadom neked. Hosszú távon is gondoskodik róla. És ez azért nagyon fontos, mert azok, akiknek a szívük megmozdul egy-egy nyomorúságról halva, vagy azt látva, és valamit tenni is készek, a legtöbbször csak alkalmilag, egy-egy alkalommal készek. Nagyon hiányzik a hűség belőlünk. Az, hogy fölvegyem valakinek a terhét, és csöndesen, tartósan hordozzam, megosszam vele, úgyhogy közben nem tapsol senki, nem köszöngetik meg, nem dicsérnek meg, érte, senki nem tud róla. Ilyen nagyon kevés van. Azok az emberek képesek erre, akik tudják, hogy a te atyád jól tudja, hogy mit cselekszel, és őtől leváld a jutalmat és az elismerést, és az nem fog elmaradni. A legtöbbször alkalmi segítsége fölbuzdulnak sokan, de a hűség hiányzik. Ez a tartós gondoskodás. És erre is példát ad nekünk ez az ember. És végül példát ad arra is, hogy amikor már nincs rá szükség, akkor eltűnik. Nem erőszakoskodik. Amikor már nem kell segíteni, nem akar segíteni. Mennyi feszültség megszűnne a családokban, hogyha így tudnánk segíteni egymásnak. Hogy csak amikor szükség van rá, csak amit igényelnek. Aki nem így segít, az tulajdonképpen nem szolgálni akar, hanem szerepelni. Annak nem a másik, a bajba jutott a fontos, hanem ő akarja fontossá tenni magát. És be akarja bizonyítani, hogy nélküle nem megy tovább az élet. De az megy. Ennek a samaritánusnak az irgalmasságára csak egy ideig volt szükség. És amikor nem volt rá szükség, eltűnik. Többet nem is hallunk róla semmit. Nem ez a segítés igazi célja, hogy fölöslegessé tegyem magamat? De sokszor ez még a szülői szolgálatban is nehéz, amikor kiderül, hogy már nincs rám szükség, vagy nem úgy van rám szükség, mint eddig. Hát nem, mert közben 20 év eltelt, meg 30 is, aztán most már ők is megoldják. Még az is lehet, hogy jobban, mint ahogy addig én oldottam meg. Ez nagyon sértő, de előfordulhat. És nem ennek kellene örülni? És nem csöndesen ott maradni a háttérben, hogyha szükség van rám, van irgalmas szívem, és van még, ha reszkető is, de irgalmas 2 kezem, és teszem, amit tudok, és ha nincs rám szükség, nem akarok fontoskodni. Ez az ember megállt, a bajba jutott mellett, lehajolt hozzá, bekötözte a sebeit, áldozatot is hozva érte, gondját viselte tartósan, és amikor nem volt szükség rá, akkor eltűnt.
Arra figyeljünk még föl, hogy Jézus megfordítja ennek az okoskodó írástudónak a kérdését. Ő igazolni akarván magát, ezt kérdezi, hogy ki az én felebarátom. Jézus meg a végén azt kérdezi tőle, hogy kinek volt felebarátja, kinek volt felebarátja. Aki azt kérdezi, hogy ki az én felebarátom, az arra kíváncsi, hogy ki fog segíteni nekem, ha bajba jutok. Aki Jézus kérdését veszi komolyan, az meg azt nézi, hogy kinek segíthetek én? Kinek lehetek én fele barátjává, hogyha szüksége van rám? Olyan jellemző ez is. A mi gondolkozásunk az előbbi, Jézus erre akar megtanítani, hogy én legyek fele barátjává másoknak. De ki képes erre? És hogy juthatunk el oda, hogy nem csak azt mondjuk, hogy adnék én, de sajnálom, hanem nem sajnálunk áldozatot hozni, nem féltjük magunkat. Szívesen hozunk áldozatot. Az az örömünk, hogyha valakinek az élete kiteljesedik, hogyha az a boldogság lesz a miénk, amiről Jézus a hegyi beszédben szólt, hogy boldogok az irgalmasak, mert ők irgalmasságot nyelnek. Ki képes erre? Erre tulajdonképpen csak az az egy valaki volt igazán képes, akit egyszer szintén félholtra vertek, és utána úgy félholtra verve még keresztre is szögezték. Az ő sebeit nem mosta ki senki, nem kötözte be senki, de a Biblia azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg. És aki egyszer igazán megélti, hogy miért kellett Jézusnak ezeket a sebeket elszenvednie ártatlanul, úgy, hogy ő mindig mindenkihez irgalmas volt, akinek a számára világos lesz az, hogy a mi irgalmatlanságunk juttatta őt a keresztre, és az ő irgalmasságát, bűnbocsátó szeretetét hittel megagadja, abban elkezd élni ez az irgalmas Jézus. Az tőle kap irgalmas természet. És akármilyen hajszában élünk is, az meg fog tudni állni, és annál áll meg, akinek a javára Isten őt akarja használni, az tud lehajolni, félretéve a maga igazát és kényelem szeretetét, az nem felfedi, hanem elfedezi másoknak a sebeit és gyógyítgatja, az tud hűséggel tartósan is áldozatot hozni másokért keserűség nélkül, és az tud eltűnni és háttérben maradni is, ha az a segítség. Jézus a maga irgalmasságát kínálja nekünk. Nem biztat minket, hogy próbáljatok mégiscsak egy kicsit irgalmasabbak lenni, hanem önmagát kínálja. Ebben a példázatban már a keresztre mutat. Az igazi irgalom ott szenvedett ki. De így vált lehetővé, hogy mintegy szétossza az ő irgalmas szívét mindnyájunknak, akik mégsem törődünk bele abban, hogy egyre irgalmatlanabb legyen a világ, abban meg végképp nem, hogy mi is irgalmatlanak legyünk. Ő kínálja nekünk önmagát, és vele együtt ezt az irgalmasságot. És ezzel együtt jár az a boldogság, amiről ő az előbb idézett igében szól. Boldogok az irgalmasak, lehet, hogy nem boldogulnak úgy, mint mások, de hogy boldogok, az biztos. És ők irgalmasságot nyernek. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert neked semmi nem volt drága, hogy segíts rajtunk. Köszönjük, hogy nem úgy viszonyultál hozzánk, amilyen irgalmatlanul, közömbösen vagy bántóan mi viszonyulunk sokszor hozzád. Köszönjük, hogy el nem fogy a te irgalmasságod, és köszönjük, hogy nekünk is jut ebből gazdagon. Segíts, hogy igazán kitáljuk a szívünket most előtted. Ajándékozz meg minket önmagaddal. Segíts el oda, hogy ne magunkat féltsük, hanem másokat. Őrizd meg attól, hogy olyan földbe esett gabonamag akarjunk maradni, amelyik egymaga marad. Segíts elhalni, és sok gyümölcsöt teremni. Adj nekünk bátorságot ahhoz, és örömöt abban,
hogy úgy éljünk, mint a gyertya, hogy világít, és közben ő maga elfogy. Ne az idegesítsen minket, hogy elfogyunk, hogy sokféle kényelemről, egyéből le kell mondanunk, hanem az az öröm éltessen, hogy világíthatunk másoknak. Kérünk téged, hogy tégy minket valóban áldássá. Otthon is, munkahelyünkön is, a gyülekezetben is, mindenütt, ahol megfordulunk. Téged hadd tudjunk vinni, téged odaélni mások elé, benned örvendezni, téged követni, téged fölmutatni. Te légy számunkra az élet, az új élet, és tedd könnyűvé az irgalmasság mozdulatait. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen.